segíteni és megszenteni szívetek szeretet. A házasság szentségének méltósága őszinte, tiszta szándékot kíván. Ezért most Isten és az elszentett házunk színelnök ünnepélyesen megkérdezem tőletek, megfondoltátok-e szándékotokat, egy szabad elhatározásból jöttetek-e el ide? Igen. Igen. Nagyszerű. György és Kinga. Ígéretek, hogy őszinte szeretettel és kölcsönös tiszteletben akartok élni egymással egész életetek folyamán. Igen. Nagyszerű. Akartok szándékosztó családot alapítani, ezért az Isten és az Önszentélyt házunk szín előtt megkérdezem tőletek, hogy elfogadjátok egy gyermekeket, amelyekkel Isten majd megajándékozza a házasságokat, ami Urunk Jézus Krisztus evangéliuma szerint, és egy ház a törvényenek szemében nevelitek el majd önöket. Igen. Igen. Ha tehát szentségi házra akartok kötni, kérem, hogy most egymással fogjatok a kezet, és az Isten és az egyháza szín előtt nyilvánítsátok ki most szent szándékotokat. György, akarod el jelenlévő Kingát feleségül venni? Akarom. Ígéretem mindenható Isten színe előtt, hogy neki hűséges férje lesz, és hogy őt el nem hagyod, sem jólétben, sem balsósban, sem egészségben, sem betegségben, és hogy te életed minden napján szeretni és tisztelni fogod. Ígéretem. Kinga, akarsz eljelni, hogy Györgyhöz feleségül menni? Akarom. Ígéretem mindenható Isten színe előtt, hogy neki hűséges felesége leszel, és hogy el nem hagyod sem jólétben, sem balsósban, sem egészségben, sem betegségben, és hogy őt életed minden napján szeretni és tisztelni fogod. Ígérem. A most megkötött szentségi házasságokat az egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amit Isten bekötött, az ember szépen válaszza. Amen. Szeretett testvérem, csak egy ilyen megjegyzés, hogy most vált jegyes párból egy új vanalatúj házastár. Imádkozzunk értünk.